One Love Reggae Radio. Big up One Love Reggae. I'm here. It's a short one, yeah. Living love. One Love Reggae Radio. One Love Reggae Radio. One Love Radio Station. Who the best people? Love, love yourselves, love your family. We don't need to take a One Love Reggae. Peace. Lock it out to One Love Reggae TV. One Love Reggae TV. Big up yourself. You listen to One Love Reggae Radio. Alright. Big up One Love Reggae Radio, Reggae TV. Big it up One Love Reggae Radio, number one. One Love Reggae Radio. Stay firm, stay strong. Life is a journey. With One Love Reggae Radio. Then One Love Radio, good to go. One Love Radio program. One Love Reggae TV. One Love Reggae Radio. It's TV. Diggy mom, it's still One Love Reggae for you. Hát sziasztok! OneLoveReggae.hu 2014 van, itt ismét a parkban vagyunk, ahol néhány hónappal ezelőtt találkoztunk. Akkor beszélgettünk arról, hogy milyen lesz visszatérni. Azóta, hát mondjuk úgy, hogy eltelt a nyár. Milyen volt a nyár tömören? Basszus, Pali. Jó, hogy mondod, ezt akartam mondani is az embereknek is. Hát durva volt. nagyon jó bulikban lehetett részünk így a nyár folyamán. Így nem nagyon tudnék kiemelni. Mindenhol zseniális volt. Remélem, hogy ez a nagyszerű érzés, ez így megmarad soká. De én látom az emberek szemét csillogni, és látom az arcukat. Úgyhogy jó. Jó volt. Jó volt a nyár. Hála az embereknek. Én igazából mindig csak az embereknek tudom megköszönni a jó partikat. Mert csak ők tehetnek róla. Én nem. Hát azért van némi között hozzád. És szerinted a közönség hogy érezte magát a mai bulin? Mert kicsit hideg volt, de ő rajtuk ez nem látszott, hogy fáznának. Nem tudom, kérdezzük meg. Menjünk ki közéjük, és kérdezzük meg tőlük. Kimenjünk közéjük? Mit gondoltok? Nézzünk ki akkor. Akkor gyerünk. Hozzad a sörödet. Ez is egy furcsa ötlet volt. Spontán vezérelt ötletek. Milyen jó ötleteink vannak, nem? Figyelj már. De akkor megyünk? Megyünk, gyertek utána. Szól még a zene, akkor itt buliznak az ember. Ez már nekem való mondta. Na, és akkor figyelj, csináljuk azt, hogy megkérdezzük az embereket, hogy az arcodban mondhatják, hogy hogy érezték magukat. Fú. Már izgulok. Kivannak már zárva. Kizárták az embereket Babilonból. Vagy Babilonba? Ba. Belezárták. És hol jutunk ki? Oda, kimegyünk Babilonba. Lehet egy kis szünetet, hello, gyere, ne maradj le, mert ez... Kurva nagy hévvel megyünk azzal! Semmi nem fog hallatszódni. De valahol ki kéne jutnunk. Megbontottuk a kordonokat. Kordonbontás után. Gyertek. Akkor te válasz ki a... Te válasz ki, hogy kivel beszélgessünk. Hogy éreztétek magatokat? Iszonyatosan jól. De hogyha esetleg valami szar volt, azt is most el lehet mondani. Mindenképpen inkább nekem mond, mint másnak. Isten megy! Most iszonyatosan jó volt. Sosincs. Mi volt a kedvenc dalod? Mindegyik? Körülbelül mindegyik. Mindegyik olyan nincs. Imádom ezt a partit. Zér, haladunk is gyorsan tovább. Menjünk tovább, mert még reggel. Ő a riporter.
örülök, hogy látlak! Hogy tetszett a parti? Király volt! Melyik volt a legjobb szám szerinted? Sonok City! Mindig az a legjobb dal. Szerintem meg is. Megalapulok. Kedvencem! Hanná Sonok City! De figyelj, hogyha megfigyeled, akkor itt van egy... kopikona. Van egy csomó, vannak a jobban megfigyelem, például. Oké, okay. Menjünk, keressünk egy leányzót, jövünk vissza majd. Keressünk egy lányt most, jó? Egy lányt fog. Charlie itt van. Charlie. Meséljetek, igen. Mesélte. Hogy tetszett a parti? Olyan kérdéseidre vannak, aki nehéz jobban nagyon nehéz jobban válaszolnom, mint amilyen a kérdés. Jó volt a közönség. Sokkal melege volt a közönség, én is csak sokkal... tudom mondani. Igen, a közönség zseniális volt. Ha nincs jó közönség, nincs jó mint a közönség, tehát olyan jók voltatok, mint a közönség. Vagy közönségesek voltunk. Nem, a közönség volt kopikonos. Nem én voltam közönséges. Nagyon jó. Ez sem volt egy közönséges beszélgetés. Hát nem, sok mindent megtudtunk belőle. Köszi, Charlie. A közönség nem nyugszik, ők jönnek ide. Nem mi megyünk a buliba, a buli jön hozzá. Ez a képe. Kurva jó volt. De itt most, várjál, most neki lehet elmondani, hogy mit hiányoltok, mi volt a jó. Minden jó volt. Nekem lehet nyomni, én megértem. Igazából hiányom elég itt tagodatok. Mit? Tagotokat. Hiányoltam, hát... Rázd meg! Cartman? Számokat hiányolom. Ja, rázd meg! A régi dalokat. Hogyha egy régi dalt választhatnátok, akkor mi lenne az? Mi lenne az? Mondjon már! Nekem rázd meg, jó? Rázd meg, baby! Na! Egy akkor most jó. Előadod erre a ritmusra. Ja. Hát egy rólunk egy közös képet. Igen, hát, valakinek ez számít. Nem hagynak minket dolgozni. Nézd meg, nem hagynak minket dolgozni. Az új riporterünk egyszerűen elfoglalt. Na, menjünk tovább. Én meghallgatom szívesen. Negatív az nagyon nincs pont, azt a tordast vártam már a végén, aztán a végére csak visszajöttél és most jönnek megcsináltad. És volt tordas? Volt. Vagy nem tordas volt. Nem, tordas volt. Én már a sütöm jelenleg, hogy hol vagyok. Oké. Jó. De meg volt, az volt, a lényeg jó volt. Negatív nekem nincs. Pozitív, kurva jó. Pozitív, kurva jó. Igen. És volt. Ali is így érezte. Békés után találkozunk valami jó klubban. Az van, hogy most elmondhatod, hogy mi nem tetszett a buliban. Igen. Meg hogy mi tetszett. Hát voltak egy-két szarszám azért volt, amit nem ismertek. Melyik volt? A harmadik, negyedik és az ötödik. Te így vágod? Nem vágom. Csika úr vagyok a Dürer kertből. Szóval, és akkor ide jössz Csika úr, és elmondott, hogy neked a harmadik, minden tetszett, nekem a harmadik, a negyedik, az ötödik szám nem tetszett. Az első, a második, a hatodik, nyolcadik, hetedik, kilencedik, tizedik, nem tudjuk. 12., 13. Nem bizonyítani sem. Nem. Köszönjük szépen. Csiga úr, remélem, hogy jól vagy. Nagyon jó vagyok. Ne viccelj már. Csiga úr. Ő volt Csiga úr. Ő volt Csiga úr. De vannak még itt önként jelentkezők. Figyelj csak, elmondhatod most a szemébe, hogy mi volt a szar, és mi volt a jó, szerintem. Nem veszük el? De nem figyel. Figyelő. Csak szégyellős. Na, az volt a szar, hogy semmi. Szóval, eredetileg ennyi. Lelankadt! Inkább ebbe a mikrofon beszélnek, ez természetesen. Na, és figyelj,
És az volt a jó, hogy többet gyertek Pestre. Többet gyertek Pestre, és ezekben találkoztam még 16 éves koromban egyszer Szombathelyen, mikor a moziba léptetek föl, mikor még kezdetleges volt. Most mennyi vagy? Most 20. Az 4 éve. 4 éve. Vagy 5, nem, 5. Matek 5-ös. Vagy 5. Fasz tudja, de veled már csinált riportot, akkor pivágom. Na, és az a lényeg... Bocsát, velem csinált riportot ő. Miért nem? Nem, én csináltam vele. Nem, ő csinált vele. Akkor ezt én tudtam rosszul. Na, ennyi. És az a lényeg, hogy szarom le. Ja, Rastafari. Blessed. Szóval minden tetszett, minden jó. Nem dolgozunk. Ja, már itt vagy. Mondd el, hogy tetszett a party. Nagyon jó volt. Isteni volt. Mi tetszett, meg mi nem tetszett? A legjobb zeneid. Azok nagyon jók voltak. De. Nagyon jó voltál. Igen? Isteni voltál. Jó. De most elmondhatod, hogyha valami hiányod nem. van. Nagyon jó volt. Isteni volt. Jó? De hogyha hiányolsz valamit, nem, és nem, most nem mondod nem, el, akkor soha nem, többé nem tudod. Nem. Nagyon jó voltál. Isteni. Tényleg. Isteni. Jó? Ez egy jó szó. Köszi. Nem táncolok. Jó a kérdés. A bot az igazából alapvetően, hogyha az... Hát erről nem igazán szeretnék beszélni. A bot mindig egy biztos pont, amire a bot, rá tud támaszkodni. A bot a nőttek a neszeszere. Attól függ, milyen a bot, hogyha kinyithatós. Nagyon jók vagytok, nagyon jók. Köszönöm szépen. Nagyon jók vagytok. Én is köszönöm, már a semmi köszönöm nincs. Egyébként ezt mondta az Ószövetségbe, vagyok, aki vagyok Mózesnek. Fogd a botot. Így van. Ennyi. Így van. Kopika a leges-leges legkirályabb, azt hozzá kell tennem. Semmi olyan nincs, amit nem szerettél a mai buliban? Most lehet megmondani neki. Hogy ne, nincs olyan, semmit nem szerettem. Hát valami. Valamit hiányoltál, vagy igen, nem tetszett valami. Igen, van olyan, elmondom neked, hogy nem tudtam hol fölvenni a sátramat. Te itt most sátrazni akartál? Így van. Mert a regézés az minden nap veled van. Az egy fesztivál. A régi camp például olyan volt, hogy 6 nap fesztivál, gyerekek. Csak is regi. De amúgy te bazeg, te veszel engem? Folyamatosan igen. Mit gondoltál, csak így beszélgetünk itt egy bottal a kezünkben? Kurva nagy a mikrofonod, bazeg. Megfoghatod így a végét, de csak a tövénél. De mondjuk én nem vagyok tő, de én sem megérnek. Rövődik, jött volna valami belőle. Gyere már ide egy kicsit, ha már így eltiportál. Figyelj, mi nem tetszett neked a mai koncerten? Hát figyelj, haver, csak azt tetszett nekem, hogy a Kopikon onnan jött, ahonnan én. Itt a kúság szépén, a domb tetején. Onnan kiálltok nektek, a kúságból szólok hozzátok. Figyeljátok, hogy mi a szar, szóljátok. Szóljátok meg, cigi, szórjátok meg. Tulajdonképpen megvárhatjuk, amíg be nem fejezi, de szerintem előbb-utóbb kénytelen leszek átvenni a mikrofon. Jó, azt mondta, hogy befejezi, de nem tette, csak ide teszi. Hát miért nem? Hát miért nem? Na miért nem, bazd? Na miért nem? A vallavregi.hu! Jó, szóval úgy érzem, hogy elveszítettük Kopikont,
De ez majd rajta áll. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy a parkban a közönség az még mindig a toppon van. Baszatás van ezerrel, aprítás, rakják a dolgot, veretik, és így tovább. Hogyha oda nézel, akkor ott aprítanak a legjobban. Ott a csaj, mondjuk van egy, aki ott kiült már. Mindenki aprít. Hallod? Figyelj már, interjúvolsz még valakit, vagy elköszönünk? Elköszönünk, aztán vagy akartok ebből vágni valamit, vagy sem. Mindent megtudtunk, ami fontos. Csodálatos volt. És ilyen te hogy érezted magad? Zseniálisan. Na, jó, várj, ez így nem jó. Jól éreztem magam, mert a közönség zseniális volt. A zsenialitásukon keresztül magamat zseniálisan tudtam érezni. Tehát, amit mindig mondok, ez egy gyűrű, körbe kering. A közönség adja, én kapom, én adom vissza. Dobáljuk, mint a labdát. Ahogy régen Antibá, a Rákóczi Ferenc általános iskolába Szolnokon mondta, kézilabda oktatás közben, mert hogy tagozatos volt az az iskola, német tagozatos. Adod is, kapod is, adod, kapod. Mit csinálsz, Gábor? Elejtettem. Zseniális volt a közösség. Antibának is tisztelet, sok mindent tanultam tőle. Adod, kapod. Szóval innen jelentkeztünk a parkból. Most már úgy érzem, hogy ideje lesz lefeküdnünk. Minden jót nektek, találkozunk nem sokára. Békesség! Tisztelet mindenkinek, csókolok mindenkit, szép volt!